Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És szép estét kívánok, kedves jó testvérek! Nagybőjt 5. vasárnapját ünnepelni jöttünk össze. A liturgia már egyre inkább ráfordul a passió idejére, Jézus szenvedése kerül előtérben, ezért is fedjük le a kereszteket ilyenkor, hogy még erősebb legyen majd a kontraszt, amikor nagypénteken a feszületet megpillantjuk. Most a szentmisének a kezdetén álljunk meg az Úr Jézus előtt, tartsunk imádatot. Jónunk, a mindenhol olyan volt, mint aki támadnak, megtelt
Krisztus Jézusnak fenséges ismeretéhez mérten mindent hátrányban tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, személynek tekintek, csak Krisztus eljárásán és hozzátartozva. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit lévén. Isten úgy ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerje őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljon vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy azáltal eljussak a halálból feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már célba lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és neki lendülök annak, ami előtt van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás utalmáért, amelyet Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Krisztus Isten igéje, néked annyira a szentírási
üzenet részletekről beszélnék, hanem egy jezsuitáról, a Kassab Istvánról, ugyanis az egyik feladatom a rendben, hogy a Kassab István boldogalgatásának az ügyében vagyok ilyen felelős, és így hát sokat foglalkozom vele. Múlt héten, pontosabban majdnem két hete volt már, amikor a születésnapi ünnepsége volt Kassab Istvánnak, Székesfehérváron ott van eltemetve, ez a jezsuita fiatalember, és az ő sírjánál volt egy ünnepség, és arra is meghívást kaptam, és ott beszéltem Kassab Istvánról, úgyhogy arra gondoltam, hogy hát kedves testvérek, megosztanám azt, amit így készületben arra az alkalomra készültem, meg aztán azóta tovább is fejlődött ez a tudás így bennem. Kassab István, nem tudom, hogy mennyire ismerős egyáltalán az ő neve. Esetleg, hogyha valaki feltenne a kezét, aki majd hallott róla, vagy valami fogalma van, hogy igen, azért vannak néhányan. De vannak sokan, akiknek még lemaradt a kezük, úgyhogy akkor nem jönne hiába. Először még Dióhéjben pár mondat Kassab Istvánról, és akkor utána három fő gondolatú csoportot szeretnék megosztani az ő életéről. Hát ő már elég régen élt, legalábbis a mi viszonyainkhoz képest. 1916-ban született, és 35-ben halt meg. Nagyon fiatalon, nem volt még 20 éves sem. Székesfehérvári fiatalember volt, és cserkész lett, meg Mária kongregációs tag, aztán pedig tornászbajnok, és mikor leérettségizett, utána jelentkezett a jezsuitákhoz, és novícius korában kapott egy gyógyíthatatlan betegséget, és nagyon fiatalon halt meg. Hát ennyi így Dióhéjben az ő élettörténete, úgyhogy azért olyan rettenetes sok minden nem történt vele, de mégis van néhány nagyon érdekes dolog, amivel úgy gondolom, hogy hát számunkra is tanulságos lehet. És ezt a három élettanulságot a Szent Leckének a három mondatához kapcsolnám. A Szent Leckében hallottuk Szent Páltól azt, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé az égi hivatás utalmáért. Hát a Szent Pál itt egy nagyon sportos képet használ, fut, az atlétáknak a világából veszi ezt a képet, akiknek van céljuk, hogy mit elérjenek, és ehhez hát gyakorolják magukat, sokat kell ugye edzeni meg minden, hogy a versenyen hát elnyerjék a győzelmet. Ez a kép, amit Szent Pál apostol használ, és ez a kép sok tekintetben jellemző volt Kassab Istvánra is. Milyen módon? Hát az egyik, hogy sportoló volt ez a Kassab István. Hát egy olyan szent életű fiatalemberről van szó, aki nem egy ilyen sebrescseszabó, ilyen nyámlila a fickó volt, hanem egy nagyon strab srác volt. Például most, amikor Székesfehérváron jártam, az ottani plébános atyaurában temette, mondta nekem, hogy találkozott nem is olyan régén egy nénivel, már nem emlékszem, hogy hívták a nénit, aki azt mondta, hogy hát ő még emlékszik Kassab Istvánra. Hát mert szerelmes volt abba a Kassab Istvánból. Mert amikor az a pista kijött a templomból, hát az egy jelenség volt. Hát tényleg, ez a pista egy jelenség lehetett, egy nagyon erős, izmos fiatalember volt, aki viszonylag korán már elkezdte a sportot, mindenféle sportokat szeretett, korcsolyázni, biciklizni, aztán futni, azt nem tudom, hogy szeretette, de szertornázni mindenképpen, és a szertornában nagyon komoly eredményeket ért el, akkoriban ilyen középiskolai bajnokságban szerepelt, mindenféle érmet gyűjtött össze, és tényleg olyan erős volt, olyan izmos gyerek volt, hogy egyszer eltűnt a korlátot is. Hát nyilván nem direkt, de ahogy amilyen lendülettel, energiával ő csinált ezeket a gyakorlatokat, hát az szépen. Szóval egy ilyen stram fiatalemberről van szó. És hát azt is mondhatjuk róla, hogy az, hogy ő sportoló volt, az egy nagyon jó, tényleg egy jó példa így számunkra is, meg főleg a fiatalok számára. Ugye van ez a mondás, épp testben, épp lélek, és tényleg így van, hogy aki mozog, aki sportol, az a tevékenység azért visszahat a lelkére is. A gyakorlás, az edzés, az önfegyelem egy csomó olyan képességre megtanít bennünket, amely más téren is alkalmazható. És egy másik dolog, ami még így ehhez a sporthoz kapcsolódik,
hogy hát a sport a jelenünkre is visszahat, meg az agyunkra is visszahat. Mert ezt most már egyre jobban az agykutatók is itt felfedezték, hogy hát az, hogy mi mozgunk, az visszahat a szellemi képességeinkre. Hogy bizony az, aki mondjuk rendszeres mozgást végez, annak jobban fog az agya. Úgyhogy kedves diákok, ezért is ajánlom nektek a mozgást, meg a sportot, mert visszahat a szellemi képességeitekre. Például a vizsgai időszakban is, vagy dolgozatra készülve is nem csak a könyv mellett érdemes ülni, hanem időnként fölállni a könyv mellől, és elmenni mondjuk futni egyet, vagy sportolni. Mert figyeld meg, akkor visszamész a könyv mellé, sokkal jobban fog fogni az agyot. Úgyhogy ezt is tanuljuk, hát így Kaszab Istvántól. Aztán egy másik, ami persze ehhez szintén kapcsolódik, és nem pár is megfogalmazta, hogy futok a kitűzött cél felé. Hát a Kaszab Istvánnak voltak céljai. Néhány éve volt egy Kaszab István emlékév, aminek az volt a jelszava, hogy van célom. Lehet, hogy ezt egy Kaszab István soha az életben nem mondta, de hogy csinálta, az biztos. Voltak céljai. Voltak céljai a sportban, hogy jó tornász legyen, és volt más célja is. Például volt egy olyan célja, már gyerekkorában megfogalmazódott ez benne, hogy ő pap szeretne lenni. És aztán úgy növekedett, és kamaszodott, és aztán hát elérkezett, amikor 15-16 éves lett, akkor úgy, hát az már olyan jó kamaszos, hogy akkor az ember, és hát akkor egy nagyon érdeklődő fiatal ember volt ez a Kaszab István, rengeteg mindenre foglalkozott, olvasott, zenével foglalkozott, nagyon sok mindent el. És hát ennek az lett az eredménye, hogy az egy nagyon szétszúrt is lett, hogy sok mindenben úgy belecsipkedett, de hogy semmit nem rágott meg rendesen. És ennek az eredménye az volt, hogy hát egyre rosszabb lett a tanulmányi eredménye. Úgyhogy tizedikes korában egyszer csak fél évkor megbukott. Nagyon rajzból bukott meg, de mégiscsak megbukott. És akkor hirtelen úgy rádöbbent arra, hogy hát ez így nem lesz jó. Van célom, pap szeretnék lenni. Tehát ilyen bizonyítvánnyal, hát az nem fog menni. És ez a célnek a tudata, ez egy változást hozott benne, és elkezdett tanulni. Elkezdte a figyelmét fókuszálni. Már nem foglalkozott annyi minden csodabogárral, hanem néhány dologgal, és azzal komolyan beosztotta az idejét, mikor tanult matematikát, mikor németet, és csomó ilyen elhatározást tett, és meg lett a gyümölcse. Két év múlva, amikor érettségizett, jeles érettségizett. És itt is egy nagyon fontos tanulságot látunk, ami azt gondolom, hogy mindjárt ebből tud meríteni, mégpedig azt, hogy érdemes célokat kitűzni, és érdemes megfogalmazni konkrét döntéseket, konkrét lépéseket, amelyek segítenek bennünket a cél elérésében. Most egy olyan világban élünk, amikor nagyon nehéz ezt csinálni, mert mindjárt zsebébe ott csörög, meg pittyeg a mobiltelefonon, meg állandóan a Facebookon, meg a YouTube-on fogunk csücsülni, meg az Instagramon, meg minden, jönnek a messzicsek, hát ez főleg a fiataloknak talán, tehát időseknek is a zsebébe ott van ez a kütyű, őket is úgy lehet, hogy ez varázsolni a fiatalokat, aztán végképp. És ennek mi az eredménye? Hát az, hogy szétszóródunk. Semmit nem tudunk csinálni rendesen, mert mindig jött egy üzenet. Pont akkor, amikor benne volt a matekban, akkor jött egy üzenet, és már nem is tudom, hogy ezt így el. És ennek az az eredménye, hogy nagyon sok mindent csinálunk, de nagyon felületesen, és nem vagyunk boldogok benne. Hát én azt hiszem, az is egy közös tapasztalatunk, hogy milyen az, amikor elfacebookoztam mondjuk egy délutánt. Hát izgalmasnak lenne egy darabig, de egy idő után, főleg amikor este lefekszem aludnak, azt érzem, hogy mi is történt, fogalmam sincs, miket láttam. Elment az idő, szétszóródott teljesen, és semmit nem csináltam. Van egy nagyszerű magyar pszichológus, magyar származású, a Csíkszentmihályi Mihály, nem tudom, hogy hallottak a kedves testvérek róla, ő a flow elméletnek a megalkotója, ami azt az áramlatot jelent, és azt figyelte meg, hogy én nagy interjúkat csinált olyan emberekkel, akik valamit elértek az életben. Mondjuk olimpiai bajnokok voltak, kiváló tudósok, vagy művészek. És egész különböző életutak voltak, amik feltárultak előtte. Azt vette észre,
hogy vannak közös vonások az életutakban. És ez pedig az volt az egyik legfontosabb közös ellen, hogy ezek az emberek, amikor azt csinálták, ami az ő fő tevékenység volt, mondjuk egy biológus valamit mutatást végzett, vizsgálta a sejteket, minden, akkor úgy belefeledkezett ebbe a tevékenységbe, hogy nem ért rá messengereket olvasni, meg egyet a kikapcsolt ilyeneket, csak arra fókuszált. És azt vette észre magán, hogy egy áramlatba került. Hogy egyszerűen elfelejtkezett mindenről, és csak az a hegysejtű volt az ő agyában és figyelmében, és azt vette észre magán, hogy el is felejtette az ebédet is. Meg, tehát, hogy egy olyan dolog történt vele, hogy már nem azért csinálta azt a kutatást, mert nem tudom, milyen kitüntetést fog kapni, hogyha valami eredményt kap, eredményt ér el, vagy nem tudom, mekkora lesz a fizetése, nem ezért csinálta, hanem azért, mert érdekes volt. Mert amit csinált, az úgy bevonta teljesen, és egy áramlatba került, és azt mondják ezek az emberek, hogy hát ez egy boldogság. Tehát, hogy jó dolgozni például, vagy jó sportolni. Bizonyára azért mindannyiunknak van ilyen élményünk, amikor valamit, amit csináltunk, az jó. Hát ez a flow, és azt hiszem, hogy Kassza István is egy ilyenre tanít bennünket, hogy merni dolgokba beleadni magunkat teljesen. És amit a Csíkszentmihályi Mihály is felfedezett, hogy úgy áll elő ez a flow élmény, hogyha az ember mer dönteni, mer ráfókuszálni egy tevékenységre. Nem engedi, hogy szétszórja mindenfelé a figyelmét bármi, hanem egy dologra tudod koncentrálni. Úgyhogy hát ez egy nagyon fontos és jó gyakorlat, úgyhogy nagyon bátorítok mindenkit, főleg a fiatalokat, hogy merjétek kicsi dolgokban dönteni, és abban beleadni magad egészen. Ha matekot tanulsz, akkor csak a matekot tanulja. És figyeltek, még a matematikát is meg lehet szeretni. Nagyon furcsa lehet, hogy ez így hangzik. Persze én szeretem a matematikát, de nem azért van ez, mert a német tanulásban is én már átéltem ilyet, hogy azt nem szeretem mondjuk, de amikor még egyetemista koromban nyelvvizsgára készültem, és két hét más sem csináltam, mint nyelvvizsgára tanultam, először nagyon nem volt kedvem hozzá, de amikor tényleg így beleálltam ebbe, akkor utána már elkezdtem élvezni. Na most hány pontos lesz a következő német tesztem meg, és x rengeteg tesztet megcsináltam, és élveztem együtt, tehát nem muszáj. És hát Kassza István ezt mondjuk sok mindenben így megvalósított, a kicsi dolgokban elköteleződni. És a mi lelkiségünk, a jezsuita lelkiség is egyébként sok tekintetben erre ad példát. Ugye a Loyola Szent Ignác adta nekünk a lelki gyakorlatokat. Hát a lelki gyakorlatok azt, amikor a flow, a boldogság eszközének is mondhatnám, sok-sok kis gyakorlat van benne, és azt mondja a Szent Ignác, hogy ezeket csináljuk. Célokat úgy lehet elérni, hogy lemondott kis lépésekre, kis lelki gyakorlatokra. Egy másik dolog, amit szeretnék most kiemelni Kassza István életéből, ez megint csak kapcsolódik Szent Pálnak a neveléhez. A Szent Pál az előbb egy ilyet mondott, hogy Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mértem, mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, s hogy személynek tekintek csak, hogy Krisztust elnyeressem és hozzátartozzam. Épp testben, épp lélek. Hát a Kassza István nem csak fizikailag volt izmos, hanem lehet azt mondani, hogy lelkileg is volt egy izomzata. És ezt már kicsit korából gyakorolta. Ahogy fölnőtt, ahogy bele növekedett a hitben, főleg az édesapja volt már ilyen szempontból nagy hatással, aki az imádságra tanította. És aztán később pedig azt mondhatnánk, hogy egy kisközinek a tagja lett, úgy hívták, hogy Mária Kongregáció, ahol a korabeli középiskolások összejöttek, és a hit dolgairól tanultak. És aztán Kassza István számára hát a hit és az Úr Jézusra való hát kapcsolat az életének egyre inkább a középpontjává vált. És olyannyira, hogy ez a kapcsolat valahogy kezdett az ő életében, hogy mindent átalakítani. Mindenek előtt Jézus és közötte egy barátság született. Egy
Egyébként Kassab István Jézus szíve tisztelő volt, már középiskolás korában, és hát később, főleg amikor jezsuita lett, nagyon fontos volt számára Jézus szívének való felajánlás, és az, hogy Jézussal barátságba lett, hogy egy nagyon mély baráti kapcsolat kezdett kiépülni Jézus is közötte. És ezzel magyarázható az, ez a forrása annak, hogy ő aztán később a szerzetesi életre rászánta magát. Nemrégiben a Ferenc Pápa egy nagyszerű írást tett közzé, amit a fiataloknak írt, nem tudom, hogy a kedves fiatalok ismerik ezt, az a cím, hogy Krisztus vivit. Hallottatok már? Krisztus vivit, ez magyarul ennek az írásnak a címe. Hát nagyon ajánlom nektek, ez egy nagyon érthető nyelven megírt lelki könyv, úgyhogy egy kiváló lelki olvasmány. És ebből fogok most olvasni a gondolatot, mert valami olyasmi figyelhető meg Kassab István életében, ahogy az ő élete az Úr Jézus személyére hát így ráfókuszálódott, ami nagyon hasonlít a szenvedélyhez, vagy a szerelemhez. És a Ferenc pápa egy ilyen kérdést tesz fel, hogy szenvedélyt keresel? Ahogy egy szép költemény mondja, légy szerelmes. Ilyet mond a pápa, hát. Mert nincs fontosabb, mint Istennel találkozni. Azaz véglegesen és feltétlenül beleszeretni. Mármint a Jóistenben. Az, akibe beleszeretsz, fogja rejtni a képzeletedet. És végül mindenedre rányomja a bélyegét. Ő fogja meghatározni, hogy felkeléstől lefekvésig mit teszel, hogyan töltöd a hétvégeidet, mit olvasod, mit ismersz meg, mi szabadja a szívedet, mit tölt meg örömmel és hálával. Légy szerelmes belé, maradj meg a szerelemben, és minden megváltozik. Hát ez az az Isten szerelem, amely Kassab István életét is áthatotta, és tényleg szenvedéllyel töltette el az ő életét. És miután Jézus ennyire fontossá vált számára, az is fontossá vált neki, ahogy Jézus élt. És itt a magyarázata annak, hogy Kassab István például törekedett arra, egyrészt, hogy szolgáljon, hogy másoknak a javára legyen, például cserkész parancsnok volt, így is tette ezt, másrészt meg igyekezett egyszerű lenni, szegény lenni. Hát ez elég hülyén hangzik, hogy valaki azért fáradozik, hogy egyszerű meg szegény legyen, de hát az Úr Jézus ezt csinálta. Egyszerű volt és szegény, és aki az Úr Jézus barátja lesz, és valahogy kezd szenvedélyesen az Úr Jézus lesz az ő középpontja az ő életének, akkor valahogy előbb-utóbb hasonlóan kezd hozzá lenni. Ha Jézus szerette a szegénységet, egyszerűséget és a szegényeket, akkor az is, aki Jézus szereti, követni fogja ezt az életmódot. És Kassab István is így tett. Például az összespórolt pénzéből segítette a székesfehérvári szegényeket is. És aztán igyekezett Kassab István mindig valahogy a jó Istenre gondolni. Meg is le is írja a lapjában. Szeretek az Istenre gondolni. A Szent Ignácnak a lelkiségében ez is nagyon-nagyon fontos. Az Isten jelenlétében lenni. Hogy minden cselekvésünkben, bármikor, amikor, bármit is teszünk, valahogy a jó Istennel együtt legyünk. A jó Isten közlemében legyünk. Istent megtalálni mindenben és mindig. Hát Kassab István erre is egy példa számunkra, és inspirálhat bennünket, hogy törekedjünk egy komoly ima életre. Mert az Istennel való mély kapcsolat, az a szenvedélyes kapcsolat, amiről az előbb a pápától idéztem, az nem keveseknek a kiváltsága. Az minden keresztény számára meghívás. Minden keresztény egy mély Isten kapcsolatra hivatott. Az utolsó gondolatsor, amit szeretnék ma este megosztani veletek, kedves testvérek, Szent Pálnak azon mondatához kapcsolódik, hogy azt mondja, hogy Jézussal kapcsolatban megismerje őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállalja bele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá a halálra, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Hát ezek nagyon erős mondatok. Valaki arra vágyjon, hogy
vállalja olyan szinten a közösséget Jeruzsálemben a szenvedésben is. Hát ez tényleg, hát nagyon furcsa hangozhat számunkra. De ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha tényleg megértjük annak a logikáját, ahogy Szent Pál és ahogy Kozap István is élt. Hogy olyan radikálisan, valahogy átélték azt, hogy a Jézus mennyire szereti őket, mennyire mindent odaadott értük, mennyire tényleg az egész életét az Úr Jézus feláldozta értünk. És ezt látva valahogy nem tudja az ő szívét megvonni ettől. És valahogy vágyik arra, hogyha Jézus értem ennyi jót tett, akár ennyit szenvedett, akkor valahogy akkor szeretnék én is egy kicsit hasonlítani hozzá. Valahogy az én nehézségeimet, szenvedéseimet is valahogy vele átélni. És hát ott van ez a dimenzió is Kozap István életében, hát főleg amikor megjelenik a betegség az életében, és az a fiatalember, aki, mint említettem, tényleg egy izmos, jókiállású, stram fiú volt, tornászbajnok, hát néhány hónap alatt bizony a betegsége, egyébként torokrák volt az ő betegsége, meg hát annak mindenféle következménye később tudták megállapítani, mi is az a betegség, és hát nagyon hosszú ideig, hónapokig tartó hát keresztútja volt, amikor hát az állapota az hólja volt, egy kicsit hol rosszabbodott, nagyon sokszor volt kórházban, műtötték ezzel, azzal, fölvágták a sebeit, hát szóval nagyon így tényleg akik úgy ápolták, közel voltak hozzá, azok tanúskodnak arról, hogy hát rengeteget szenvedett, és ugyanakkor meg úgy tudta ezt mégis átélni, hogy valami nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy jósággal. És az egyik, ami, ahogy megtalálta a jó hozzáállást ehhez a keresztényhez, az egyik az volt, hogy felajánlotta ezt. Ugye a Jézus szíve tisztelet, ami ezen a helyen különösen is élő, ennek az egyik hát gyakorlata a felajánlás. Mindenekelőtt persze az életünk felajánlása, de ennek az életnek a részeként a szenvedéseink felajánlása is. És Kozap István felfedezte azt, hogy a szenvedéseit is, a küzdelmeit, sötétségeit, fájdalmait másképp ajánlhatja föl. És vannak dolgok, amik nagyon furcsálhatók, amit tett például, hogy ha lehetett, akkor fájdalomcsillapító nélkül is viselte ezeket a fájdalmakat. Hát ugye ez nagyon furcsa, mint ettől valami kis fejfájás most beadva, nem tudom, ilyen fájdalomcsillapító. És persze ez is érthető. És nagyon furcsa az, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy nem, én valahogy, hát ami nekem jön, azt én átszenvedem, felajánlom, hogy valahogy Jézussal együtt akarok lenni. Azzal a Jézussal, aki ugye maga is, hát nem vett be fájdalomcsillapítót, ugye felajánlották neki az a szivacs, amit nádra tűznek, és fölgyújtanak neki, az igazából ilyen fájdalomcsillapító, hát ital, amikor az elítélteknek hát adtak ilyen kegyelemből is. Hát valahol ebben is az Úr Jézust követtek azt a Istvánt, hogy milyen hát tiszta fejjel akart átélni az ő szenvedését. Persze ez a küzdelem, ez a szenvedés, hát ez egyáltalán nem volt könnyű, és voltak nagyon mély hát hullámvölgyei is volt, amikor tényleg hát sírt ez a fiatal ember, akkor újra és újra, hát ez a hosszú kezelések, és nincs eredmény, és még rosszabb az állapota, és tényleg a naplójában is ilyenek vannak, akkor, hogy egy találkozásban fogalmazza meg, hogy egyik rendelésemben mondja ki, hogy hát nehezen szenvedek. És ugyanakkor mégis tud erőt meríteni, és mindenek előtt az ő hitéből merít erőt. Az Úr Jézusra gondol, az ő szenvedésére, vagy az eukarisztia nagyon-nagyon sokat jelent neki. Mondja a Szent Áldozáson egy alkalommal, hogy ezelőtt nehezen szenvedtem. Ma a Szent Áldozásban megkaptam a kegyelmet, hogy könnyebben szenvedjek. Az Úr erejét megtapasztalta. És ez az idő ugyanakkor egy nagyon mély, lehet azt mondani, hogy még tisztuláshoz is hozzájárult az ő egyéniségében, egy nagyon mély formálásában. Persze mindig jó srác volt ez, de valahogy az a keresztút, amin ő keresztül megy, az
valahogy még inkább kikristályosítja az ő alapját. És egy kortárs emlékező így ír erről. Egyénisége sohasem volt olyan vonzó, mint most, amióta a kórházból hazatért. A szenvedések megérdelték, lelkének nagykorúvá lett. Viselkedése az egyszerűség, szavai csupa őszinteség. Mindig természetes, közvetlen, és amellett rendkívül finom és tapintatos. Könnyen beszélget és mégis tartózkodó, nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott. Igazán kristálytiszta, áttetsző. Mégis érezni rajta, hogy semminek sem adja át magát egészen, akármit tesz, akármit mond, a lelke legbenseje, nem a szavai és tettei, hanem Istené, a nagy jelen valói. Hát ez a valami belső erő, belső sugárzás, ami árad ebből a fiatal emberből, minél inkább ott van a gyengeség az ő életében, a folytonos küzdelem, a betegség kínjaival, annál inkább, még inkább megtisztul az ő életében. És a legnehezebb pillanat akkor jön el, amikor azt mondják az előjárói, a jezsuita rendben, hogy hát ilyen betegen nem maradhat a noviciátusban, meg kell szakítania, majd visszaveszik, hogyha meggyógyul. Hát ez volt a legfájdalmasabb számára. És ekkor az a derült neki, és itt kapcsolódunk ahhoz a hagyományhoz, amiben a templomban nagyon él, a Jézus Szíve tisztelete. Néhány héttel az ő halála előtt egy lelki gyakorlat, amit ő végez, és ennek a lelki gyakorlatnak a során születik meg az ő nagy főajánlása, amely így szól. Teljes szívvel, lélekkel, magamat elfelejtve, kiüresítve szolgálni a szeretet székhelyét, szentséges szívedet, szeretettel, szenvedéssel. Ez az élet célom, életprogramon foglalhatja. És azt hiszem, hogy ez a felajánlás egy nagyon nagy tanulság számunkra is. Nagyon fontos, hogy legyenek céljaink, törekedjünk céloknak az elérésére, legyenek álmaink, ezekért az álmokért tudjuk harcolni, küzdeni. De ugyanakkor az élet hozhat helyzeteket, amikor nem tudom elérni a célomat, akár rajtam kívülálló okok miatt. És ez volt Kazak István életében is. Nem tudott a rendben maradni. És mégis volt egy mélyebb célja, az, hogy az ő élete a Jóistené legyen. Jézus szívének ajánlotta önmagát, az isteni szeretetre bízta önmagát. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos minta számunkra is, hogy az életünk bármi is történjen vele, hogyha a nagy döntés, ha a nagy célja az az, hogy mi a Jézusnak a szolgái legyünk, ha mi a Jézusnak adjuk a mi életünket, akkor ez minden más célt a helyére tesz. És segít abban is, hogy elérjük a kis céljainkat, de ha nem sikerülnek a kis céljaink, akkor sem enged, hogy mi összeroppanjunk, mert van egy nagyobb cél, egy végső cél, az Isten szíve szerinti élet. És azt látjuk ennek a fiatalembernek az életén, hogy az az önátadás, amit ő átélt, és a szenvedésben való nagy lelkűség, és felajánlott imádság, szenvedés, az nagyon titokzatos módon termékeny volt. Az ő életében is, de még inkább mások életében. Nem sokkal a halála után már nagyon sokan kezdtek imádkozni hozzá. Kérték az ő segítségét, közbenjárását. És azóta is, bár eltelt már majdnem 90 év, a sírjánál mindig vannak virágok. És hogyha elmentek Székesfehérvárra a Prohászka emléktemplomba, aminek az oldalában van az ő sírja, hát láttok egy hatalmas falat, tele emléktáblákkal, márványtáblákkal, hálatáblákkal, csomó meghallgatott imádságnak a gyümölcse, kisebb és nagyobb gyógyulások, szabadulások, vagy más kérések, amelyek meghallgatást nyertek. Amikor ott voltam, meg is számoltam, nem így egyesével, csak hogy oszlop meg
szóval szavazni azt tudom, és hát ezernél is több táblát láttam ott, és ez tényleg mutatja, hogy mennyire élő Kazam Istvánnak a tiszteletet. És én még ismertem Kazam Istvánnak a novícius társait, például a Bódai Jenő atyát, vagy a Bánci Jenő atyát, akik, vagy a Bálint József atyát, talán a Bálint József atya jobban ismerős éppen, mint ha lett volna errefelé. És hát emlékszem ők rájuk, és ők is meséltek Kazam Istvánról, és tényleg így megerősítették, amit én olvastam róla, hogy tényleg milyen szentélettű fiatal ember volt. És ami nagyon érdekes, hogy ezek nagy jezsuiták lettek, a Bódai atya és a Bálint atya, a Bálint atya, tényleg híresek is, meg sokan is ismerték őket, de azért már hát tízenvalahány éve mindenhol meghaltak. És persze vannak, akik emlékeznek rájuk, de nagyon érdekes, hogy azért, hogyha összehasonlítom, hogy hát az ő novícius társak, aki majd 90 éve meghalt, tehát nem lett lelki gyakorlatadó, nem misszionált a körbe a félvilágon, mint Bálint József atya, vagy nem alapított lelki gyakorlatos házat, mint a Bánci Jenő atya, fantasztikus jezsuiták voltak egyébként ezek. És mégis, hát még mindig többen emlékeznek 90 év után is Kazam Istvánra, mint ezekre a nagyszerű jezsuita rendtársaimra. És ez valahol mutatja azt, hogy az Istennek valami egészen különleges ajándéka van ebben a fiatal emberben, és az ő odaadott élete hát valahogy egész különleges módon termékeny maradt, és mai napig hát egy példakép számunkra is egy tényleg egy közben jár. Úgyhogy ajánlom kedves testvéreknek, hogy nézzetek utána ennek a Kazam Istvánnak, mert tényleg föl a fiatalokat buzdítom erre, hogy lehet az ő életéből inspirációt meríteni, és hát mindjártunknak pedig lehetséges őt segítségül hívni, mert lehet azt mondani, hogy van egy barátunk az égben, sok barátunk van az égben, de az egyike a Kazam István, úgyhogy bátran kérjük az ő segítségét. Hogy az állami igazságszolgálat
rossz szándékú emberek elrettentésére és a vétkesek javulására szolgálj. Hallgass meg magunkat! Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást. Hallgass meg magunkat! Add, hogy jó tetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen beismerjük. Hallgass meg magunkat! Add, hogy bűnbocsátó irgalmat ne könnyelműségre indítson minket, hanem irántad való szeretetre gyúlassz a szívünket. Hallgass meg magunkat! Itt van most Isten, add a kis szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megértők a bűnösök iránt, Szent Fiat szelítségét követve, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
szenteld meg ezt az adnak, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vérünk. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyér, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetre. Íme hitünk szent titka. Halálát kérjük, és ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és a tükrösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világunk, de tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápát, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egysége, minden tisztelet és dicsőség, mindörökre. Amen. Isten szeretett gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalom. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen egy szívből minden.
Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűnét. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Századik alkalommal fog az egyházközség megölni, megünnepelni,
megtartani a szép búcsút. Kedves Zoltán atya, köszönjük, hogy Zarándoklatban velünk tartott, és illetve azt, hogy Kasszal István életútját felidézve, az ő hitén, hittől és szeretetétől átadott életét felidézve, megerősített bennünket hitünkben, megerősített minket ezen az utunkban. Köszönjük szépen, és Isten áldását kérjük Öntől, fogadják házasságunkat. Szent László templomban lesz. A Máltai Szeretett Szolgálat tagjainak imaórája kedden délután 2 órakor kezdődik a Máltai Székházban. A városi hagyományos élőképes keresztutónkat a jövő szombaton 15 órakor kezdjük a Szent László templomnál, és a főutcán haladva az egyes állomásoknál megállva ide a mi templomunkhoz jövünk. Visszafelé autóbuszt biztosít az önkormányzat, tehát nyugodtan otthathatjuk a Szent László templomnál az autókat, bicikliket, innen az autóbusz, akár több fordulóban is, vissza-vissza a kiinduló pontra. Kis pali vagy asztali keresztjét mindenki hozhatja magával, amelyeken a szertartás végén megálltunk. A keresztút szövege és énekei ugyanazok lesznek, mint a korábbi években, abban a kis füzetben megvan. Akinek még megvan a kis füzete, hozza magával, akinek nincs, már mai naptól is a bejárati kis asztalnál helyeztünk el, 300 forintért lehet belőle vásárolni. A keresztvívő csoportok az állomások között a beosztásokat megtaláljuk a bejáratnál. De egyébként a menetet vezető atya mindig bemondja, hogy melyik csoport következik a keresztvitelben, tehát nem kell izgulni, hogy nehogy eltévesszük, hogy mikor következünk mi, ezt mindig bemondja majd az apátor. Külön kérjük a birmálkozásra és az első áldozásra készülőket és családjukat, vegyenek részt ezen a szép nagybőti áhítaton. Jövő vasárnap, virágvasárnap, az új szenvedésének vasárnapja, nagy hét kezdete. A barka szentelést a 9 órai szentmise elején tartjuk. A szertartást a templomkertben kezdjük, és onnan vonulunk majd be a megszentelt ágokkal. A nem első péntekes betegek húsvéti gyóntatása nagy szerdán lesz. Kérjük, jelentsék őket a plébánián vagy a sekrestjében. Az egyházmegyei hírek áprilisi száma megérkezett, elmenőben vigyünk belőle a bejárati kis asztalról. Kedves testvérek, még hoztam nektek valamit, nem is keveset, jezsuita imakártyákat. Szeretnék majd, hogy a minisztránsokat majd megkérdem, hogy itt, amikor az áldás után majd kiállítottál osztogassák. Van egy ilyen imakártya, ami Ferenc pápának az imaszándékait tartalmazza. Ez igazából a Jézusi Tévét tisztelethez nagyon szorosan kapcsolódik, mert az imaapostolság, ahogy most hívjuk a pápa imavilághálója, ez hát a Jézusi Tévét tiszteletéből nőtt ki. És ez az imádság egy remek módszer, út arra, hogy a világ és az egyház nagy ínségeiért, szükségeiért imádkozzunk, és ebben olyan imákat is találunk, mint a reggeli ima, meg napvégi ima, szóval egy remek ima útmutató. Aztán a másik, amit hoztam, kedves testvérek, ez Kozab Istvánról egy imakártya, ez betegségben közben járó imákat tartalmazó imakártya, úgyhogy ezt is osztogatom. És van még egy, még a jubileumi évből, Kozab István emlékéből egy Van célom ima, hogy nem imalap, hanem ilyen információs, tehát úgyhogy ezt is osztogatjuk. És fiataloknak hoztam néhány olyan kicsit bővebb Kasszab István életrajzot, úgyhogy ezeket arra kérem minisztránsokat, hogy csak fiatalok, jó? Tehát
nekik hozzátok. És hát van célom, hogy ezt tanuljuk Gazdag Istvántól, meg az Úr Jézusnak a szenvedélye szeretetét, és azt is, hogy nehézségeinket és szenvedéseinket is felajánljuk az Úrnak. És most az ő áldás következik az Úr, legyen bennünk. Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben, menjetek békébe. Istenem.